interakció egy másik macskával. Oh, ne, beszarsz a fa... Ez kurva jó, a macskák. Tudjuk, nagyon furcsa lények. That's a weird looking fucking cat! És tudok nekik nyávogni. Hülye fekete macska. Ő meg... Mindegyik válaszol! Így vége a játéknak. Itt fog ülni és állni és nyávogni. Milyen világító szemű patkányság volt ott? A rák népség? Akkor lássuk, mire jó a vödör. I am smart cat. Az ekkora erővel nem ugrottam fel, ezt tegyük hozzá. Próbálom így ki, ezekből a plakátokból kinyomozni. Ez megőrülök az idegtől, amikor ezt csinálja a macska. Ilyen hülyeségeket lehet csinálni, és mekkora, hogy itt ülök 37 évesen, és örömet okoz ez. Imádom. Mi az, hogy senki nem hiszi el, hogy fiatalabb vagyok 49 éves, tehát te szemétláda. Percnél sem tűnök idősebbnek, mint 22. Mennyi kamera van, várjál. 1, 2, 3. Nem laktam még gyálon. Disztopikus környezetben titkos ajtókat nyitogatok egy kóbor macskával. 37 évesen te szemét, nem 49. Egy ilyen városnak lehet különlep... Beszart tőlem a droid! De hát... és megnyomta a riadót, why? Jaj, várjál, szemből ott a kis robot. Én ezt nem is jöttem eddig észre, nézzétek a lukban, onnan figyel. Így ül benne. Haha, ezek széttörnek! Yes! Eszméletlenül élvezem, ezt nem tudom, hogy ennyire kevés kell nekem, de... I really can't say, but yes. Menjél már, ezt a szartomira! Az még menő volt! Itt még a falnak is szeme van. Ott a rámen, nézd, mit teszik, kábelt vízzel. Kurva jó rámen. Ucsi! Ucsi a macska, ször! Beszélni akarok mindennel és mindenkivel. A biciklivel nem tudok, mert nincs neki szája. A robotnak sincs, de mégis tudok vele beszélni. Érdekes, nem? Whoops, bocseszka! Amíg nem kaptam egy csavarhúzót a térdembe, és be kellett zárnom, na mész, ez mekkora referensz a, mondjad már a kedvenc játékodat, Brutli? Skyrim! Hát tudod, saját magamat előkészítettem szállításra. Mit csinál a doboz, ha felugrom oda? Whoppá! Ott a elnézést! Mert hogy macska vagyok, ugye? Baszd meg, de hátba basztam. Hú, mi az Isten van veled, kedves laptop. Bocs.
Legyen már egy kis Disney-s izéje, hogy föléled a kis robot. Jaj, mégiscsak a szoftver túlélte, mehetünk együtt kalandozni a külvilágba örökké, ami nem igaz, mert kb. 9 évig él egy macska, de valameddig. És lehetek itt mondjuk akár 3 vagy 4 éves is, szóval a következő 5-6 évünk azért szép lehet, aztán a robot persze örökké él, és szomorú lesz a végtelenségig, kint a felszínen. De szomorú lesz. Profi mi? Igazi Disney.